A Kőbányai Darazsak Zsíros Akadémia évzáró és díjátadó ünnepségét tartották meg Kőbányán. Az egyesület tagjai a Zsíros Tibor kosárlabda csarnokban gyűltek össze, hogy az elmúlt egy év történéseit és sikereit újra átéljék együtt, és lezárják az idei szezont. Ez a Zsíros Akadémia 2022-23-as bajnokságának díjkiosztó ünnepsége, az évzárója, ahol egyrészt a 15 csapatos Kőbányai Kenguru Kupa résztvevőinek adunk át díjakat, illetve azoknak a játékosoknak, akik a korosztályukban a legjobbak voltak, és azoknak a játékosoknak, akik évek óta a legjobbak voltak. Idén elég sok öröm volt ebbe, hiszen az országos bajnokságokban a kiemelt korosztályok, tehát az U14-16-18-ban a lányoknál és a fiúknál összesen 6 A vagy B döntős csapat volt, úgyhogy ebből 3-3-ra osztott meg a sor. Két lánycsapat A-döntős volt, abból az egyik az negyedik helyzet lett, országos negyedik helyzet, és a lány U14 lett B-döntős, és a fiú U16 és U18, és ők is úgy, hogy egy-egy kosár, illetve kosár arányjal maradtak le a A-döntőről, és van még egy U23-as fiú csapatunk, aki tehát azt úgy kell látni, hogy 18 évesek, tehát az U18-as korosztály az U20-asok között szerepelt, és az NBA zöld csoportjában a harmadik helyen végzett. Ezeket a játékosokat fogjuk most díjazni. A koronavírus járvány az egyesület működését is nagyban megnehezítette. A nehéz időszak után az emelkedett energiaárak miatt az idei ismét egy kihívásokkal teli év volt. De az akadémia edzői és tanítványai sikeresen átvészelték az újabb akadályokat is. Elég nehéz év volt ez. Tehát ugye itt a gazdasági válság, stb. Miatt nagyon nehéz helyzetbe került nem csak mi, hanem az egész sportág, hiszen át kellett értékelni a költségvetést, át kellett értékelni a bajnokságokat, a kitűzött célokat, azokat nem akartuk átértékelni, nem is kellett, hiszen mi azt szerettük volna, hogyha legalább 4 A-döntős csapatunk van, de én úgy gondolom, hogy emiatt nem kell szégyenkezni. Az, hogy ezt a nehéz évet túléltük, ez két főszponzorunknak köszönhető. Az egyik főszponzorunk a gyerekek szülei, a másik főszponzorunk pedig a Kőbányai Önkormányzat. Az ő segítségük nélkül nagyon nehéz lett volna, de most már itt vagyunk az év végén, és örömmel tudok arról beszámolni, hogy eredményes év után vagyunk. Az akadémia tagjai között nagyon jó a közösség. A csapatok összetartóak, és nem csak csapattársként, hanem barátként is tekintenek egymásra. Itt nagyon szeretik egymást a gyerekek, együtt szoktak nagyon sok mindent csinálni, hiszen gyakorlatilag ez a második családjuk, hát itt rengeteget vannak edzéseken, tornákon, edzőtáborokban, és hát ismerik egymást, együtt járnak bulizni már a nagyobbak, úgyhogy én úgy gondolom, kapcsolatok is szövődtek itt már a múltba. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon jó közösség van, és ez is az egyik fő feladata az egyesületnek, hogy közösséget formáljon. Természetesen minden évben elkövetkezik az, hogy el kell búcsúzni játékosoktól, hiszen kinövik a kereteinket. Most, hát pontosan nem tudom, de azt hiszem 6 fiú és 1 vagy 2 lány játékosunk búcsúzik, akik a 2005-ös korosztályhoz tartoznak. Ez mindig egy kicsit egy olyan fájdalmas pillanat is, de hát ez az élet rendje. Lépünk tovább, és ők is mennek a saját útjukon. Biztos, hogy vissza fognak járni majd mérkőzésekre, meg különböző eseményekre. Mennyire jellemzek a megkeresések egyébként más kluboktól? Mindig van. Természetesen más klubok mindig azokat a játékosokat keresik, akik élvonalbeliek, akik ugye válogatottak, illetve nagyon jól szerepelnek az országos versenyeken. Hál' Istennek keresik őket elég sokat a különböző klubok, de épp az előbb, amit mondtam, hogy a közösségi szellem és a szakmai munka, ami itt folyik, az tulajdonképpen elég nekik, és mi tudjuk azt, hogy melyik az a pillanat, amikor már mi nem tudjuk azt a lehetőséget megadni az ő szakmai fejlődésükhez, ami szükséges, és akkor el is engedjük, sőt mi javasoljuk, hogy lépjenek tovább. Az idei évben dr. Gyarmati István volt az akadémia legsikeresebb leányedzője. Büszke a játékosaira és az elért eredményekre.
Edzőként igyekszik minél hatékonyabban motiválni és lelkesíteni a fiatalokat. Én sikernek tekintem azt, hogy a játékosoknak az edzés látogatása az jóval 90% fölött van, tehát gyakorlatilag, hogyha valaki hiányzott, az a kivételnek tekinthető. Csapatszinten, hogyha alulról megyünk fölfelé, akkor az U16-os csapatunknak az országos negyedik helye egy nagyon szép eredmény szerintünk, de ugyanígy a junior csapatnak az országos hatodik helye is egy jó eredménynek számít. Mindkét esetben nálunk talán magasabban jegyzett csapatok is kerültek mögénk. Minden csapat életében vannak holdpontok, vannak nehézségek. Mindkét csapatunk esetében megvoltak ezek a holdpontok. A junior csapatunknál ez decemberben volt, a kadett csapatunknál januárban. Itt ezek döntően sérülések, betegségek miatt történt holdpontok voltak. Ezeket én azt gondolom, hogy nagyon nehéz türelmesen kezelni mind a játékosok részéről, mind adott esetben az edzők részéről, hisz úgymond mindketten mindnyájan tudjuk azt, hogy adott esetben többre vagyunk képesek, csak valamilyen ok miatt, amit említettem, amiatt ez a jobb teljesítmény nem jött ki az adott mérkőzésen vagy az adott edzésen. Tehát voltak ezek a periódusok, viszont hál' Istennek ezeket sikerült átvészelnünk, eredményesen túl lendülni ezeken a holdpontokon. Milyen eszközökkel próbálja kihozni a játékosokból a maximumot? Ez mindig az adott edzés, az adott szituáció, adott mérkőzés helyzet dönti el. Van, amikor erélyesebbnek kell lenni, van, amikor türelmesnek kell lenni. Ugye látni kell, hogy ezek a játékosok, ugye értelemszerűen utánpótlás korosztályról beszélünk, nem profi sportolók. Nagyon-nagyon meglátszik rajtuk azt, hogyha mondjuk egy iskolában mondjuk nehéz napjuk volt, vagy picit fáradtabbak. Úgyhogy ez mindig, nem nincs erre általános szabály. Én a magam részéről egy picit olyan lelkes vagyok, én mindig próbálok így lelkesíteni, de valamikor szokták volt mondani, a kevesebb néha több. Tehát nem tudok erre egy általános érvényű szabályt mondani. Milyen a csapat összetartás? Csak szuperlatívuszokba tudok beszélni. Én amikor idejöttem dolgozni pár évvel ezelőtt, ez volt az egyik legelső, amit a szakmai vezető is mondott nekem, hogy ez a kőbányai Darazsak vagy Zsíros Akadémia kőbánya, ez igazából egy sportegyesület, de még inkább egy nagy család. Nálunk ugye a csapat összetartás nagyba segíti, hogy azért a gyerekek ugye tényleg kis gyerekkoruk óta úgymond együtt játszanak. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy én a női szakágról tudok mi ezt mondani, de szerintem a fiúknál is hasonló a helyzet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a U14-es korosztály, az U16-os és az U18-as, ugye ők egy teremben edzenek, mindig valami változó edzésbeosztással, de látják egymást edzésen, edzés előtt, edzés után, illetve vannak főjátszó játékosok például a serdülőből a kadettbe, a kadettból a juniorba, és gyakorlatilag talán ennek is köszönhetően, de mind a három csapatunkban kiváló csapategység uralkodik, tehát én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy el tudtunk volna érni ilyen eredményeket akkor, hogyha ez egy széthúzó, intrikáló, vagy bármi más mondható csapat lenne, nem pont az ellenkezőleg, nagyon jó a edzéseken is a hangulat egyébként, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó. De nagyon jó is edzést tartani itt egyébként ezeknek a lányoknak. Mennyire motiváltak a játékosok, ha a sportról van szó? Szerintem abszolút. Tehát igazából ebben az egyesületben egy olyan munkakultúra van, és pont az előbb említettekre szeretnék visszatérni. Tehát amikor mondjuk egy serdülő kislány mondjuk bemegy a szertárba, hogy kihozzon valami eszközt, hogy ezt tudni kell, hogy nekünk van egy olyan szertárunk, ami egyik részéről szertár, a másik oldalról kondicionálóterem, és azt látja, hogy mondjuk a juniorok ott erősítenek, készülnek az edzésükre. Én azt gondolom, hogy
gyakorlatilag egy olyan, nem kell ezeket a lányokat hál' Istennek külön motiválni, a legritkább esetekben kell őket noszogatni, inkább a másik oldal van, hogy vissza kell őket fogni. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy még edzés után akkor ott maradnak gyakorolni, valamilyen technikát, vagy dobni, vagy erősíteni, tehát nincs velük hál' Istennek ilyen szempontból probléma. Az elmúlt év szép eredményei sok-sok érmet és kupát hoztak a játékosoknak, melyek kiosztása után a gyerekek nagy örömére tortával zárták az évet a Kosárlabda Akadémián.